Nyíregyháza ukrán nemzetiségi önkormányzata nagyszabású ünnepséget tartott Petőfi Sándor 200. és Taras Sevcsenkó 209. születésé fordulója alkalmából. A szervezők hangsúlyozták, a világirodalom mindkét kiemelkedő költője számára fontos volt a szabadság, amiért harcoltak is. Nagyon boldogok vagyunk, hogy vannak olyan alkalmaink, amikor a magyar és az ukrán emberek együtt ünnepelhetnek. Fontos, hogy azokat a dolgokat erősítsük, amelyek összekötik a két népet. Petőfi Sándor és Taras Sevcsenkó jó példa erre. Hidakat kell építenünk, nem ellentétet szítani. Habár már nagyon rég kivándoroltunk, mindannyiunk szívében ott van a szülőföld szeretete. Nagyon hálásak vagyunk a magyar kormánynak, mert minden feltételt biztosítanak ahhoz, hogy Magyarországon is őrizhessük és fejleszthessük hagyományainkat, ukrán identitásunkat. A gyermekeink hivatalos keretek között tanulhatják az ukrán nyelvet is. Az ünnepségen a Leszja Ukrainka Országos Ukrán Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola nyíregyházi diákjai Petőfi Sándor és Taras Sevcsenkó verseit szavalták, Molnár Uljána, Ivano-Frankivszki énekesnő pedig dalokban adta elő a két meghatározó költő alkotásait. Nasza gromada вже на протязі 21 року існує. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat már 21 éve működik. Tavaly volt a 20 éves jubileumunk. Nekünk itt, Nyíregyházán 126 hivatalosan regisztrált tagunk van. Nekik szavazati joguk is van. A magyar törvényeknek megfelelően ahhoz, hogy az önkormányzat tagja lehess és szavazhassa képviselőjelöltekre, állampolgársággal kell rendelkezned. Ha számodra fontosak az ukrán gyökereid, a hagyományőrzés, neked jogod van ahhoz, hogy a közösségünk tagja legyél. A hivatalos adatok szerint másfél év alatt 1 millió 800 ezer ukrán menekült lépett be Magyarországra, közülük 600 ezeren igényeltek segítséget a segítőpontokon, a pályaudvarokon vagy a karitatív szervezeteknél. Nyíregyháza a határ közelsége miatt sokuk számára egy állomás volt. Emellett a Szabolcsi megyeközpont már évtizedek óta a kivándorló kárpátaljaiak egyik kedvelt célpontja.